Kérünk élesztő egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked. A hagyományokhoz híven Kismányokon a magyarok nagyasszonya templomban tartottak ünnepi szentmisét nagyszombaton. A keresztény szokások szerint ezen a napon többek között kalácsot, sonkát, tojást és gyertyát visznek a lakosok, amit aztán a helyi székelyporta udvarán megáldanak. Hát a bukovinai székelyeknél, biztos máshol is, de a bukovinai székelyeknél kimondottan ugyan állunk hagyomány a kokonyaszentelés, ételszentelés. A székelyek azok kokonyának nevezik. Végül is magáról a kenyérről, tehát a kalácsról nevezték el, tiszta kalács, így is nevezték. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Elmondta, már több éve állandó résztvevője a rendezvénynek. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztusnak a feltámadását ünnepeljük, és ez az ünnep zárja le a 40 napos böjti időszakot. Nagyszombat délután szinte minden településen a katolikusok körmenetet tartanak, és a Szent Mise után lehetőség van az ételszentelésre. Régebben ezt a hajnali mise által végezték el, húsvét vasárnap, de most már inkább nagyszombaton kerül erre sor. Mi székelyek is megőriztük ezt a hagyományt, és most már jó néhány éve itt Kismányokon találkozunk, és a hagyományok alapján az ételszentelést itt végezzük el a székely portának az udvarán. A kokonya szentelést követően szeretett vendégséggel kedveskedtek a résztvevőknek.